Ahoj mindenkinek, itt Jamal jelentkezik egy új típusú videóval, legalábbis nekem mindenképpen újdonság. A mai napon 5 olyan szabályt veszünk szemügyre, ami alapvetően bringásokra vonatkozik, és tapasztalatom alapján az autósok jelentős része nincs vele tisztában. Budapesten rengeteg egyirányú utca van, ahol kerékpárral megengedett a kétirányú közlekedés. De hogyan is működnek ott a szabályok? Kinek van elsőbsége, ha két közlekedő szemben találja magát egymással? Sokan úgy gondolják, hogy az úgymond eredeti iránynak van elsőbsége, de az ilyen utcákra nincs külön kereszt szabály, így a kétirányú közlekedésre használatos alapvető szabályokat kell követni. Tehát az egymás mellett ellentétes irányban, szemben elhaladó járművek között megfelelő oldaltávolságot kell tartani. Ennek érdekében a szükségeshez képest a járművekkel kölcsönösen az úttest széléhez kell húzódni. Ez annyit jelent, hogy mindkét járművezetőnek kölcsönösen kötelessége vigyázni a másikra. Ha ez 5 km/h le kell lassítani, akkor 5 km/h le kell lassítani. A lassítás konkrétan nincs leírva, de a biztonságos oldaltávolság, mint tudjuk, a sebesség függvénye is, így indirekt módon azért benne van. Elméletileg addig nincs is szó elsőbségadásról, amíg a bringás és az autós elférnek egymás mellett. Na de mi helyzet akkor, ha valóban nem férnek el? Olyan keskeny úttesten, amelyen a járművek egymás melletti elhaladása nehéz vagy lehetetlen, a járművekkel meg kell állni, és az elhaladás az útpatkára húzódással vagy hátramenettel kell lehetővé tenni. Hátra menni azzal a járművel kell, amelyikkel ez a járművek adottságait és körülményeket figyelembe véve könnyebben megtehető. Ezek alapján persze általában a bringásnak kell félreállnia, de ha józan észt használjuk, akkor nem is feltétlen kell eljutni arra a pontra, ahol nem férnek el egymás mellett. A legtöbb esetben vagy az egyik, vagy mindkét fél számára adódik olyan hely, ahova le tudnak húzódni, mielőtt még közvetlenül egymás közelébe érnének, amivel meg lehet előzni a kellemetlen egymással szemben átsorgást. És igen, van olyan is, hogy ilyenkor az autóval kell félrehúzódni, ugyanis a könnyebben manőverezhető jármű fogalmába a körülmények is beleszámítanak. Tehát ha a bringával nincs hova félrehúzódni, az autós mellett viszont van egy szabad parkolóhely, akkor bizony az autósnak kell félrehúzódni a bringás elől. És megemlíteném még ezt az esetet, ami ugyan nincsen benne a kreszben, de nagyon ajánlott az alkalmazása. Ebben az utcában a furgonos és én nem férünk el egymás mellett, és ha mindketten haladunk, egyikünknek sem lesz helye félreállni. Ezért a furgonos megáll egy olyan pozícióban, ahol később nekem lesz lehetőségem félreállni. Szerintem egyértelműen kijelenthető, hogy itt ez volt a legjobb és leggyorsabb megoldás mindkettőnk részére. Ezt azért tartottam fontosnak kiemelni, mert jól mutatja, hogy nem mindig a kressz szigorú értelmezése és az ahhoz és a jogainkhoz való makacs ragaszkodás az optimális. Az empátia, tolerancia és józanész elvét követve sokszor találhatunk jobb opciót is. De ami a legfontosabb, ne legyetek ilyenek. Fátalkodj be nyugodtan! Hallod, te mi a büdös francot csinálsz? Én? Hát konkrétan nekem jöttél? Normális vagy? Figyelj, itt, nézd már meg, hogy itt... Ki van téve? Kerékpárra a két irányú. Figyelj, figyelj! Szállják és nézd meg ezt a kurva táblát, jó? Júliusi leárazás a Rejoin-nál. Flagship telefont keresel jó áron? Július végéig a Rejoin-nál most a szokásosnál is olcsóban juthatsz hozzá többek között iPhone Pro, Galaxy S22 Plus vagy Z Flip és Fold modellekhez. Az akcióban újszerű állapotú telefonok is részt vesznek, így az árat leszámítva gyakorlatilag olyan, mintha tényleg új telefont vennél. A tökéletes működésről a Rejoin egy 67 lépéses teszttel gondoskodik, és természetesen garanciát is kapsz erre. Július végéig a Ringring 4000 kuponkód felhasználásával extra 4000 forint kedvezményt kapsz minden telefon vásárlásakor és eladásakor, és igen, ez az előbb említett akció esetében is érvényes, így egyes modelleket még az eredeti Rejoin árhoz képest is még kedvezőbb áron kaparinthatsz meg. Tekintve, hogy a készlet limitált, javasolt, hogy minél előbb válasz ki az új telefonod, nehogy elvigye más az orrod elől. Link a leírásban. Sokan még mindig abban a hitben élnek, hogy a kerékpáros minden esetben jobbra, az út széléhez húzódva kell, hogy közlekedjen, azonban ezt a szabályt már régen eltörölték. A jelenleg érvényes kressz alapján a szorosan jobbra az út széléhez húzódás kötelezettsége már nem vonatkozik a kerékpárosokra. Helyette csak jobbra az út széléhez húzódásról beszélünk, és azt is csak lakott területen kívül és főutakon, és akkor, ha az út és forgalmi viszonyok lehetővé teszik. Lakott területen belül, nem főutakon, az út és forgalmi viszonyok szerinti lehetséges mértékben kell jobbra tartani, ahogy az például a személygépjárművekre is vonatkozik. Azaz, akár sávot is foglalhatunk, hogyha a forgalmi helyzet indokolja, valamint előzhetünk a belső sávban.
Sok helyen jelentősen biztonságosabb a sáv belsőbb részébe húzódva haladni, mint a legszélén, ami tele van törmelékkel, kátyúval és parkolóautókkal. A legtöbben már hallottak az ajtózónaként emlegetett veszélyről, ami a parkolóautók váratlan ajtónyitására utal. A Kressz szerint kiszállás előtt az autóban ülő köteles lenne meggyőződni, hogy az ajtó biztonságosan nyitható, a forgalom zavarása és veszélyeztetése nélkül, de tudjuk jól, hogy ezt sokan elmulasztják. Ebből kifolyólag forgalmi és biztonsági szempontból indokolt a parkoló autóktól egy bizonyos távolságot tartani. Hey! Tükör! Ebből például tudja, hogy baleset lett volna, ha az út szélén haladok. Valamint, ha nem húzódunk beljebb, az a mögöttünk haladó autóst arra késztetheti, hogy megpróbáljon minket kielőzni, amit csak nagyon kis oldaltávolsággal tudna megtenni. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy vannak olyan utcák, amik elég szélesek ahhoz, hogy ha ajtózónán kívül megyünk, fizikailag akkor is elfér mellettünk egy előző autó, de nem biztonságosan. Ekkor lehet érdemes a teljes sávot elfoglalni. Tekintve, hogy másokat hosszú távon feltartani nem túl etikus és nem is szabályos, így kompromisszumkésznek kell lenni, és ha nem tudunk elég gyorsan haladni, időnként el kell engedni az autókat, ha lehetőség adódik rá. Zárójeles megjegyzés, ez az időnként nem 10 másodpercet jelent. Alternatív megoldás lehet, hogyha úgy megrakod, hogy nem tartasz föl senkit. Speciális esetként kiemelném még a szabadsághidat, ahol a forgalmi sáv kifejezetten szűk, és a sáv szélén záróvonal van, így a szabályos és biztonságos előzés nem lehetséges. Ebben az esetben érdekes módon néhányan inkább a centizést választják, ami közúti veszélyeztetés, tehát bűncselekmény, amíg a záróvonal átlépése csak egy szabálysértés. Mellesleg a sáv az annyira szűk, hogy egy átlagos autóval egyszerűen lehetetlen még a legdurább centizéssel is úgy előzni, hogy ne lépj át valaki a záróvonalat, szóval ez a magatartás egyszerűen értelmezhetetlen számomra. Bringásként nem várjuk el, hogy végig mögöttünk maradjatok a hídon, viszont ha megelőztök, tegyétek úgy, hogy mindkettőnknek jobb legyen. Ehhez hasonló az eset a Lánchídon is, bár ott valamivel szélesebb a sáv. Természetesen a részleges vagy teljes sávfoglalás nem csak az egyirányú utcákra vonatkozik. Sokan egy többsávos úton is megkísérik a kis oldaltávolsággal való előzést, hogyha lehetőségük nyílik rá, főleg ha a belső sáv foglalt. Beljebb húzódva ezek a sofőrök rákényszerülnek a sávváltásra, és így nagyobb esélyünk van rá, hogy a megfelelő oldaltávolsággal előznek meg. Egy másik jó példa a balra kanyarodás. Dedikált kanyarodósáv hiányának esetén ezt a sáv bal oldaláról kell végrehajtani. Értelemszerűen ezt nem feltétlen biztonságos az utolsó pillanatra hagyni, így ha éppen van lehetőség beljebb húzódni, akkor ezt érdemes megtenni. A helyzet szintén nagyon hasonló, ha van kanyarodó sáv. Ilyenkor indokolt lehet a belső sáv használata is, hiszen több sávon átvágni az utolsó pillanatban veszélyes, ezért jobb korábban átsorolni. Megmondom őszintén, a lakott területen belül futó főutakkal kissé meg voltam lőve. Itt ugye a szabály úgy szól, hogy ha az út és a forgalmi viszonyok lehetővé teszik, akkor az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni. A kátyús törmelékes úton egyértelműen lehet hivatkozni az útviszonyokra, de mi helyzet az ajtózónával és a centiző sofőrökkel? Ezek mennyire számítanak olyan forgalmi viszonynak, amik indokolhatják, hogy ne az úttest jobb széléhez húzódva közlekedjek? Szakértőt megkérdezve ezt a választ kaptam. Vannak helyek, ahol nagyon kemény létjogosultsága van, de nem lehet mindenhol, és nem lehet mindig. Nehéz erre egyértelmű választ adni. Elvek mentén lehet iránymutatást adni, és azt adaptálja az ember az adott helyzetben, helyszínre. Tudtad, hogy létezik külön buszsáv és busz- és kerékpársáv? Sokan nem tudják. Azt hiszem, ezt nem kell túlmagyarázni. A busz és kerékpársávot használhatják a kerékpárosok is, sőt, azon az úton haladva kötelesek a busz és kerékpársávot használni. A sima buszsávot nagy vonalakban csak a buszok, taxik, motorosok használhatják, kerékpárosok nem. Ez néha félreértéseket szül, mert ha a sima buszsáv esetében a kerékpáros szabályosan szeretne közlekedni, akkor a beljebb lévő sávban kell haladni, és néhányan ezt szándékos szivatásnak vagy örültségnek tartják. Mondjuk az utóbbival én is egyet tudok érteni, hiszen rendkívül veszélyes. Ez azt jelenti, hogy tőle jobbra hatalmas buszok, tőle balra pedig autós forgalom előzi őt, jellemzően a kényelmesnél és a biztonságosnál sokkal kisebb oldaltávolsággal és nagyobb sebességgel. Tehát, ha autósként olyan bringással találkozol, aki nem a buszsávban teker, akkor elsőként ne a szabályosságát kérdőjelezd meg, hanem azt, hogy mellette busz és kerékpársáv van, vagy sima buszsáv. Ha sima buszsáv, akkor ne dudáld le. Bár nem ide tartozik, de bónuszként bedobom. Általános tévhit, de a fekete kormányzati járművek és a diplomaták szintén nem használhatják hivatalosan a buszsávokat. Meg persze az Audi, Mercedes és BMW sem, de ezt általában azért tudni szokták az emberek.
A gyalog és kerékpár utakat ezzel a két táblával jelölik. A kettő között a különbség, hogy amíg az elsőn elméletben és gyakorlatban is káosz és anarchia van, addig a másodiknál csak gyakorlatban van, elméletben nincs. Ez alatt annyit értek, hogy a második esetben elméletben nem ömlesztve van mindenki, hanem külön kijelölt rész van a kerékpárosok számára és a gyalogosoknak. Mivel nem egy tökéletes világban élünk, így nagyon jellemző, hogy a gyalogosok a bringásoknak kijelölt részen kóvályognak, ezzel akadályozva a haladást. És a Crestben bizony van egy eldugott szabály kifejezetten erre a szituációra. Alapvetően kettő eset van, amikor a gyalog és kerékpárút használata nem kötelező. Az egyik, ha az úttesten fel van festve a kerékpáros nyom, azaz útburkolati jel jelzi, hogy ott is lehet kerékpározni. Ez azért, lássuk be, elég evidens. A másik, a jóval kevésbé ismert szabály, ami így szól. Ha a gyalog és kerékpárúton a gyalogosok forgalma a kerékpárosok továbbhaladását akadályozna, a kerékpárosok az úttesten is közlekedhetnek. Értelemszerűen akkor, hogyha az úttesten nincsen tiltójelzés. Ez Budapesten rengeteg helyen lehet hasznos, ugyanakkor sokszor konfliktushoz is vezet, hiszen a sofőrök többsége nincs tisztában ezzel a szabállyal. Sajnos néhány harcos még akkor is kötekedni akar, ha fel sem tartod őket. Bár most a körútat emeltem ki elsősorban, de bőven van még olyan hely, ahol nagy haszna van ennek a szabálynak. Hogy néhány példát említsek, ott van a Gellért hegy mellett futó osztatlan bringagyalog, ami nyáron tele van tömve turistákkal. A Stefánia szintén egy érdekes dolog. Ha nincs meccs, akkor ott annyira nem vészes a kijelölt részt használni, bár azért egy veszélyes kanyar sikerült belepakolni. Ellenben az autós felület indokolatlanul széles a forgalomhoz képest, és szinte nincs olyan, hogy az autós forgalmat egy kerékpáros akadályozni tudná, ha a külső sávban halad. Sok autó szokta sérelmezni azt is, ha valaki a Hungárián kerékpározik. Pedig ott a bringagyalog sokszor nagyon rosszul van kialakítva, helyenként nem is egyértelmű. Na már most a jogszabály, amivel az előbb dobálóztam, igencsak szubjektív. A kerékpáros megítélésére bízza, hogy a gyalogos forgalom akadályozná-e a haladásban, vagy nem. Mivel a jövőbe nem igazán látunk, ezt jellemzően előzetes tapasztalat alapján tudjuk megítélni csak. És ha az éjszaka közepén megállít minket a rendőr, hogy miért a Hungárián tekerünk, akkor tényleg nehéz arra fogni, hogy sok a gyalogos és ott rohangálnak mind a bringás részen. Ugyanakkor az úttesten is kisebb a forgalom, de ha a jogi részét nézzük, akkor erősen vitatható, hogy jogos-e az úttestet használni. Az utolsó egy egyszerű szabály, de tényleg sok embert összezavar mindkét oldalon. Legyen bringás, legyen autós. Jobbra kanyarodás esetén autóval a kerékpársávra sorolva kell megkezdeni a manővert, amennyiben a kerékpársáv nincs záróvonallal védve. Természetesen ezt a kerékpáros forgalom akadályozása nélkül kell megtenni, hiszen ők azok, akik irányváltoztatás nélkül haladnak tovább. Ha ezt nem tartja be valaki, akkor számomra azért zavaró, mert nem mindig egyértelmű, hogy észrevette és el akar engedni, vagy az utolsó pillanatban be fog kanyarodni előttem, ezzel esetleg elsodorva engem. Ha még menet közben rásorol a sávra, akkor ez a veszély jelentősen csökken. Ettől sokan azért félnek, mert a kerékpársávon való haladás autóval tiltott, de ez a helyzet kivételt képez. A járművel másik útra, ha a közúti jelzésből más nem következik, jobbra kis ívben, balra nagy ívben kell bekanyarodni, úgy, hogy a jármű a bekanyarodás után a menetirány szerinti jobb oldalon maradjon. Ha az úttest menetirány szerinti jobb oldalán kerékpársávot jelöltek ki, a jobbra bekanyarodásra, a kerékpár forgalom akadályozása nélkül, és ha burkolati jel ezt lehetővé teszi, a kerékpársáv igénybevételével kell felkészülni. És ennyi fért bele a mai videóba. Remélem tetszett az új formula, ha igen, akkor iratkozz fel, ha még nem tetted meg, mert a jövőben is várható még hasonló tartalom. Közlekedjetek óvatosan, és ring-ring!